Estét kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyon örülök és nagyon köszönöm, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben is eljöttek, hogy föltöltődjenek, hogy legalább így virtuálisan egy fantasztikus utazásba lehessen részünk, és hogy ezt az utazást irányíthassa Papp János vándorszínész. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm nálunk, aki már többedjére van itt a KMO Művelődési Központban, hiszen már ezt az úti sorozatot egyszer mi évekkel ezelőtt végigjártuk, és úgy határoztunk az előző évben, tavaly, hogy elkezdjük újra, hiszen nagy volt az érdeklődés, és sokan keresték nálunk ezt a szívet melengető programot, hogy fogadják szeretettel Papp János vándorszínészt, és az ő kedves felesége Zsuzsa segít ebben a programban. Jó szórakozást kívánok! Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! Hát úgy mondják ezt a színházban, hogy amikor megfogyatkozik a közönség valami miatt, jelen esetben a Covid miatt, ugye, marad a kicsi, de lelkes közönség. Úgyhogy most a kicsi, de lelkest köszöntöm nagy szeretettel. És tényleg én is nagyon-nagyon köszönöm, hogy annak ellenére, hogy ennyire rosszak a hírek, és rossz a tendencia itt járványon kapcsolatban, hogy mégis önök csináltak egy másfél méteres közökkel, de egy teltházat. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon köszönöm. Szó esett itt arról, hogy ez a egy sorozatnak a második darabja. Ugye az El Camino volt az első, amivel kezdtünk. Folytatódik a lapföldi túra beszámolójával. Úgy készüljenek rá, hogy ez egy kétrészes est, úgyhogy hogy sokáig fogjuk egymást boldogítani. Hosszú az út, hosszú a beszámoló. Majd ezt követi akkor eszerint a folytatás, majd azt hiszem áprilisról beszéltünk, áprilisban folytatnánk, és akkor a következő állomás Japán. Japán után, ha jól emlékszem, következett Skócia. Skóciát követte a Himalája, ott a magassága lényeg, 6123-ra mentünk föl. Az már elég szép magasság. Valakinek a telefonja cseng, ezzel kellett volna kezdenem. Nyugodtan vegye föl, vagy kapcsolja ki. Én most nem tudom demonstrálni a magaméval, mert a magamét otthon felejtettem. Hála jó Istennek, de Zsuzsája itt van, ő tudja demonstrálni, hogy kikapcsoljuk a telefon. Már meg is történt. Akkor én ezt kérem mindenkitől. Tehát ott tartottunk, hogy Himalája. Himaláját követte a Sierra Nevada, Észak-Amerika, a Sierra Nevada hegységben tett túra. Ezt követte az Andok, azt hiszem, Peru, az Inka ösvény és az Uayuás ösvény, az Andok túra. Ezt követte Írország, ezt követte Korzika. Ez volt a vége. Az utolsó napló íródott volna tavaly, ha eljutottunk volna, nem is tavaly, hanem idén. Már úgy értem, hogy az elmúlt nyáron, ahova nem jutottunk el sajnos Izlandra. Pedig minden megvolt már. De bízunk benne, hogy majd a következő nyáron eljutunk, és abból is lesz egy útinapló. Az útinaplókat nem csak mint estet adom elő, hanem könyvben is megjelentek, nyomon lehet őket követni. Az El Camino az már két kiadás is megért és elfogyott, a többi azok itt vannak, és ilyenkor estek alkalmával kedvezményesen 1000 forintos egységes, 1000 forintos áron megkaphatók, és én nagyon szívesen dedikálom a végén, szünetben, amikor csak gondolják. Ezt szoktam elmondani? Más nem szoktam elmondani? Zsűrös segítsége mindig kell. Jó, hát akkor induljunk el. Go now, go, check it all, 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 all,
Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember. Fenség, északfok, titok, idegenség. Lidérces messze fény. Lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Hogy látva lássanak. Ezért minden. Önkínzás. Ének. Szeretném, hogyha szeretnének. S lennék valakié. Lennék valakié. Ahogy Janó bácsi elképzeli. Igen, tavaly az El Caminón a kontinens nyugati végéig, Finisterráig gyalogoltunk, most fölmegyünk az északi csücsökbe, és onnan indulunk délnek. Előbb Helsinkibe, onnan aztán Ivalóba, már a sarkörön túlra repülünk, másnap 600 km busszal Nordkapig, ott megalszunk, aztán irány gyalog délnek. Mennyit mentek? Gondolom úgy 6-700 kilométert. És a valóság. 2006. augusztus 9-e, szerda van. Holnap indulunk Nordkapra, én meg itt ülök a kemencés szobában, és jegelek. Napok óta 38 fok fölött van a lázam. Két hete még a keszthelyi nyári játékok előtt végig söpört a családon a szokásos, Beni unokám hozta haza az óvodából a vírust, ügyesen átadta a lányomnak, aztán a feleségemnek, majd én következtem. Csak hogy ők egy antibiotikum kúrával tünetmentesen túlestek az egészen, én meg nagyképűen néhány neocitránnal gondoltam legyűrni a bajt. Jobban is lettem, de két heti lappangás után robbant az időzített bomba, heregyulladás magas lázzal. Az utolsó keszthelyi előadáson Andi az ügyelő látta, hogy alig bírok fölkecmeregni a lépcsőn, és a vízkereszt egykor erőtől duzzadó Böfögi Tóbia nem szégyelte elfogadni a feléje nyújtott segítőkezet. Másnap hétfőn jobban éreztem magam, így nem mentem orvoshoz. Kedden már mentem volna, de minden rendelési időt lekéstem. Most meg itt ülök, 38 fokos lázzal és jegelek. De legalább már elkezdtem szedni az antibiotikumot.
Pölöskei János barátom rettentően aggódik SZIDA felelőtlenségemért, beajánl az ország legjobb urológusához, de oda én hogy mehetnék? Mi lesz, ha rám húz egy pizsamát és betuszkol egy kórházi ágyba? Nekem menni kell, vár Nordkap. Nem maradhatok. Éjszaka olyan hidegrázás jön rám, hogy a fogam nem vacog, hanem kapfogva csattog. Lassan hat a lázcsillapító, még alszom is egy kicsit hajnalban. 10. csütörtök. A neve is baljós a napnak. Mi lesz, ha én mondok csütörtököt? Zsuzsa biztosít, meggyógyulsz. Hát persze, mindenáron menni akar, érthető. Egy tettenért kutya bűntudatával húzódom a szobámba. Mi lesz, ha dugába dől a túra miattam? Pakolok buzgón, de a fejemben vattás tompaság. Mi lesz, ha a dédelgetett terv kútba esik miattam? Na, kész a zsák, 16 kiló. Mit raktam bele feleslegeset? Leltár, minden kell, sőt, még az is, meg az is. Nem, kész, ennyi. És mi lesz, ha hiányzik majd valami miattam? Lét és nem lét határán billegek, de menni kell. Fölsejlik első túra kudarcom. Amikor 1986-ban a kék túrát az első 250 kilométer után föladtam. Na és egy év múlva csak azért is végigjártam a másfél millió lépést. Ha most feladnám, ugyanúgy újra lehetne kezdeni. Csak hogy akkor egyedül vágtam neki az útnak, most meg Zsuzsa is velem tart, mit velem tart? El Camino sikerével fölvértezve, agyoncsap, ha föladom. Menni kell. Megyünk. Már a repülőgépen Zsuzsa két meglepetéssel is szolgál. Az első az, hogy ő az egyik, én meg a másik oldalon ülök a gépen, mert mindkét jegyet ablak mellé kérte. Négyen ülnek köztünk. Se baj, mert imádok kibambulni. A második már ravaszabb, csekéke angol tudásom nem elég ahhoz, hogy megértsem, mit kérdez tőlem a finn stewardess, felém nyújtogatva a repülős kosztot. De kisegít a mellettem ülő hölgy, azt kérdezi, hogy önrendelte laktovegetáriánus menüt. Én? Zsuzsa átszól, igen, te, vedd csak el. Megnyúlt arccal bontogatom a csomagot, én, aki a sültek, pörköltek, tántoríthatatlan híve vagyok. Viszont kiderült a szomszédomról, az aranyosan pisze, csupa lokni hölgyről, hogy finn ugyan, de remekül beszél magyarul, hiszen a férje magyar, ő meg egy kecskeméti finn cég tolmácsa. Neki meg az az örömteli meglepetés, mint mondja, hogy nem egy kuka finn mellett ül, akinek elsőre gondolt. Szóba elegyedünk. Éhezem az információkra, hogy mi vár ránk éjszakor, ő meg Tina elképedve hallgatja úti tervünket. Az előttünk lévő ülésről bekapcsolódik a társalgásba Ilka, a rovaniemi utazásszervező, aki kéri, hogy feltétlenül keressük meg, ha Rovaniemibe érünk. Ő annyi szépet kapott Magyarországtól, hogy valamit szeretne visszaadni. Persze már Zsuzsa is helyet cserélt, és egy kupacban a lelkes csapat. Telefonszámok, hívjuk őket, ha bármi gondunk van. Nem csak a láztól lesz melegem, szokatlan ez a szeretetteljes nyíltság. Úgy válunk el Helsinkiben, mint akik már régóta barátok. Az információk is értékesek, Lapföld nyugati felét ajánlják, mert az szebb. Az idei nyár különleges, mert már 3 hónapja nem volt eső, tehát nem igaz a vicc a finn kisdiákról, aki ősszel így kezdi az első fogalmazást az iskolában. Az idei nyár egy szerda délutánra esett. Medve, farkas kevés van, és csak akkor támadnak, ha a kicsinyüket féltik. Ez megnyugtató. Helsinki 23 Celsius fokkal fogad, Ivalo 18-al és ragyogó napsütéssel. Taxit rendelek, hogy a kempingbe vigyen bennünket, angolul. Ez azért megy csodaszámba, mert tavaly, még az El Caminón szenvedtem a kukaságtól a tarkabarka zarándok népség között, ahol jobbára az angol volt a közlekedési jelv. Most meg tessék, brillírozok egy 40 órás angol kurzusnak, és természetesen zseniális angol tanárnőmnek, Majoros Krisztának köszönhetően. Remekül érezném magam,
ha nem lennék beteg. Persze férfihoz illőn még rá is teszek egy lapáttal. Elég egy kis lapát, mert tényleg aggasztó a helyzet. A sátorverés még tűrhetően megy. A 2 kilométeres séta is a városka központjába, de a visszaúton már úgy nézünk ki, mint a 2 gránátos, aki épp francia földre tart. Este 11-re érünk haza a kempingbe, világos nappal van, de éjjel 1-től 3-ig is csak alkonyi szürkület, némi ránk ereszkedő köddel. Mindenről magam számolok be reggel Zsuzsának, mert az éjszakát ébren töltöm. Egy ide szűrődő diszkó cum-cum és egy hajnalban sátrat verő vizitúrázó csapat miatt. Kínomban átírom a mondókát, előttem van éjszak, hátam mögött dél, nincs a napnak nyugta, így hát nem is kél. 11-e kicsit jobb lelki állapotban köszönt rám. Az Iváló folyó partján megpillantjuk az első rénszarvasokat. Urmai Gábor kollégám becsületes nevén Unimó, akivel ultiban okítani szoktuk néha egymást, SMS-ben érdeklődik, hogy a rénszarvasok tudnak-e már ultizni. A válasz igen, de az egyik nem tudta ma reggel kifizetni a kártyaadósságát, és főbelőtte magát. Sátrat bontunk, bemegyünk a városba. A 2 kilométeres zsákos túra végén úgy érzem, hogy a végét járom. Mi lesz velem? Velünk. Föl kéne adni. Zsuzsa megint bíztat, meggyógyulsz. Úgy legyen. A busz csak 16:30 indult, tehát nyugodtan sörözgetünk az aranymosók szobra mellett. Nem kéne inkább itt maradni és aranyat mosni. Azt mondják, még ma is kifizetődő. Zsuzsával kikezd egy kapatos, de amúgy békés finn. Végül barátsággal válunk el, sőt, meghív bennünket horgászni, ha majd Rovaniemibe érünk. Úgy látszik, itt mindenki Rovaniemi. Indul a busz. 600 kilométer Nordkapig. Hogy vártuk ezt a percet? Mint egy villogó neonreklám, ez lebegett a szemünk előtt. Nordkap, Nordkap. És ekkor kezdetét veszi egy abszurd komédia, aminek mi vagyunk a főszereplői. Már ahogy a buszból egyre borúsabb arccal nézegetünk kifelé, gyanús a kietlen, tépett táj. Itt képtelenség túrázni. A gyönyörű eszme, hogy Nordkaptól nekivágunk délnek, lehetetlen. De lehetetlen megszállni is, hiszen az internetről levarázsolt kemping valójában 12 kilométerre van a fogtól. A fog pedig egy szigeten van, amit egy 6 kilométeres alagút köt össze a kontinenssel. Még csak nem is a legészakibb pontja a kontinentális Európának. Az vagy 70 kilométerrel keletebbre van. Éjjel 00:30, köd, süvöltő szél, dermesztő hideg. Nem baj. Nézzük, mit kínál Nordkap. Először is, hogy fizessünk, ha egyáltalán közelébe akarunk menni a ködben fölsejlő objektumnak, ami egy obszervatóriumból, egy vetítőből, egy etetőből és egy panoptikumból áll. Fizetünk. Nem keveset. Az obszervatóriumról kiderül, hogy nem látogatható, az etető az orrunk előtt bezár, egy kávét nem tudunk meginni, a vetítést lekéstük, marad a panoptikum. Ami a Vidámpark szellemvasútjának állóképeihez hasonló jeleneteket kínál, az akváriumhoz hasonló ablakok mögött. Az angolok fölfedezik Nordkapot. A svéd-norvég király meglátogatja és gyönyörűnek találja Nordkapot. Az orleáni herceg dettó. Egy indiai maharadzsa dettó. Nekünk bruttó 200 euróban van, hogy mindezt lássuk. Csalódott százak lődörögnek a gagyi, a gics, a nulla fogjakét. Norvég, finn, svéd, egy se, csak mi. Görögök, olaszok, spanyolok, 2 bamba magyar, és 2 elmélyülten imádkozó indiai a maharadzsa képmása előtt. Kimerészkedünk a szírt fokra. A metsző, dermesztő szélben nincs kedvünk bíbelődni a fényképezőgép beállításával, készítünk is néhány pocsékképet. Gyorsan vissza az épületbe.
egy égi hang közli, az objektum bezár. Nekünk még 2 óra múlva indul vissza a buszunk a legközelebbi városig. Ülünk és hápogunk. A többi náció nem különben. De az olaszokat még azzal is veri az ég, hogy a sofőrünk bambának tetteti magát, mint aki egy szót nem tud angolul, és a visszaútért nem fogad el norvég koronát, csak eurót. Mert hogy újra fizetünk. Igaz, ez jogos, hiszen ez egy menetrendszerű járat, a jegyünk pedig csak idáig szólt. Az őrült Purparlénak egy tüneményes görög hölgy Viki vett véget, aki átváltja a norvég koronát, de úgy, hogy még a bajba jutottak járnak jól. Aztán csokoládéval kínálja a társaságot, és végig-végig mosolyog. Honigsvågban a busz kiáll a forgalomból, mi pedig hajnali 4-kor beesünk az első szállodába, és borsos árat fizetünk egy ájult alvás puszta lehetőségéért. Most hogyan tovább, amikor minden tervünk romokban? A busz reggel 7-kor visszaindul Ivalóba. De mi nem akarunk visszamenni Ivalóba, mi nem tudjuk, mit akarunk. Mi csak aludni szeretnénk, és örökre elfelejteni Nordkapot. 12-én reggel tégláról téglára újraépítjük az úti tervet. Eldöntjük, hogy visszamegyünk Finnországba, és ahogy Ilka és Tína javasolta a repülőgépen, bebarangoljuk Lapföld Finnországra eső részét. Persze nem könnyű elszabadulni Honigsvågból. Hétvégén egyetlen buszjárat van, amivel lejutunk kicsit délebre, Skaidiba. És itt, ha nem is varázsütésre, de lassan, minden jóra fordul. Először is elhatározzuk a gyógyulásom érdekében, hogy a 13-át is itt töltjük. Skaidi csupán egy benzinkútból, egy melegételes kávézóból és egy motelből áll. De ez a motel lett az én gyógyulást hozó kórházam. Zsuzsa javaslatára kidolgozunk egy jegelés technikát. Egy vizes törölköző a mélyhűtőben, egy a beteg testrészen, óránként váltás. Egész éjjel és másnap is jegelek. Belső jegelést is alkalmazok, sörözök. Igaz, ilyen drága gyógyszert még életemben nem szedtem. Vasárnap lévén csak a kávézóban jutok a belső jegelés szükséges kellékéhez. A 3 literes kisüvegek darabja 6,5 euró, körülbelül 1800 forint. Nézem az atlétikát, kívülbelül jegelek. Jegelek, merengek, töprengek. Zsuzsán és viharos múltunkon. Ápol, bíztat, segít, talpra akar állítani. Értéknek gondol, amit, akit nem akart és nem akar elveszíteni. Most sem, ahogy régebben sem. Sokszor éltünk külön, távol, mással az elmúlt 30 év alatt, de valahogy mindig az ember, mindig értékesnek gondoltuk a másikat. Biztos, hogy önzés is van abban, ha az ember nem akarja elveszíteni azt, ami, aki számára érték. Ez természetes. De fontosabb ennél, hogy tudatosítsuk a másikban. Te érték vagy. Akkor is az lennél, ha nem lennél az enyém. Ugyanakkor talán ezért engedünk el, sokszor gonoszul, barátokat, szerelmeket, szeretteket, mert egyszer csak valamitől értéktelenné váltak számunkra. Valamitől hihetetlenül értékes számomra az esti sajtos, tejfölös, tojásos, szalámis spagetti költemény. Lázam nincs, étvágyam van, éjszaka aztán csak langsam bicebóca. Kegyetlen deréktájra kisugárzó fájdalom tör rám, elementális önsajnálattal körítve. Nem lett volna szabad betegen idejönni. Zsuzsa nyarát is tönkreteszem. 14. Az éjszakai gondolatokhoz illő borús, hűvös reggel köszönt ránk. Tovább utazunk délnek, de még mindig messze az északi sarkkörön túlra. A buszon újra összefutunk Vikivel, a csupaderű görög hölgyel, aki 2 képeslapot bíz ránk, hogy adjuk föl a télapó postán, ha majd Rovaniemibe érünk.
Ő délnek húz a fjordok mentén, városról városra, mi pedig még egy éjszakát a norvég Nordkjosbotnben töltünk, hogy aztán másnap már Finnországban, annak is a Finnország karjának nevezett részében, bevegyük magunkat a lapföldi vadonba. Nagy bátorságra van, hogy már merek gondolni ezzel, de vannak bíztató jelek, két napja láztalan vagyok, és a fájdalom szinte megszűnt. A fjordok szaggatta norvég táj gyönyörű. Feletteti Nordkapot. A busz gyakran fékez, az úton kényelmesen átballagó rénszarvasok miatt. Üdítő a ritkán álló, jellemzően piros, barna, sárga, zöld, acélkék, fehér házak látványa. Majd minden udvaron, magas rúdon lobogó, norvég zászlót reptet a szél. Elgondolkodom. Odahaza mennyire más a zászlóhoz való viszonyunk. Mondhatnám, más a zászló kultúránk. Én legalábbis úgy nőttem fel, hogy csak ünnepnapokon tűztük ki a kokárdát, szalagot, zászlót, a nemzeti színeket, aztán eltettük a következő ünnepig. Ünnepi magyarok voltunk. Mostanában van már minden nap kokárda, minden nap szalag, minden nap zászló, minden nap magyar. És ez így jó. Legyenek minden nap magyarok. Csak az a baj, hogy vita, sőt ma már inkább harc dúl az ünnepi meg a minden nap magyarok közt. Erről jut eszembe Páskándi Géza darabja, a távol lévők, amely egy törökök ostromolta magyar várban játszódik. Abból az élményből merített hozzá ihletet, hogy egyszer egy isztambuli képtárban azt látta egy kép alá írva, hogy a nándorfehérvári vereség. Mert a törököknek az volt. Ha valaki megfestené az ünnepi és a mindennap magyarok harcát, milyen címet adna a képnek? Győzelem? Vereség? Nem vagyok pacifista, de azt gondolom, hogy az ellenfeleknek mindig gondolniuk kellene arra, hogy a végén akár ők is lehetnek a vesztesek. Talán nem lenne olyan kíméletlen a harc, talán nem is lenne harc, hanem valami békés megoldást keresnének, szóval mégiscsak pacifista vagyok. És nem vagyok hajlandó sem ide, sem oda állni. Magyar vagyok ünnepnap is, hétköznap is. A kokárdát pedig, hangozik bármennyire patetikusan, belül hordom a szívemen. Oda van szúrva. Fáj is. Ezen töprengek, a táj meg csak szalad. Meg azon, hogy milyen melengető érzés látni az ablakokban a lámpásokat. Hajós nép a norvég. A lámpa azt jelenti, hazavárunk. Ez szép. Meg is lágyulok a norvégok iránt. Még inkább akkor, amikor Zsuzsa elmeséli, miről beszélgetett egy meglepően bőbeszédű norvég hölgyel, aki arról panaszkodott, hogy milyen kegyetlen a tél ebben a keskeny szalagként északra nyúló országban, mennyire megszenvedik az emberek. Nem irigylem őket, de hát ez van. Valakinek norvégnak is kell lenni. A hosszú buszozást egy komp átkelés gazdagítja, aztán megtelepszünk Nordkjosbotnben egy utolsó norvég éjszakára. Augusztus 15-e. Az első túranap. Olyan korán érkezünk Kilpisjärvibe, hogy békésen megebédelünk, aztán beszerezzük az első térképet. Átsilabizálva világos, hogy ma délután még csak egy kis túrát teszünk, de számomra, aki a reménytelenség bugyrából épp csak kikászálódtam, ez is hihetetlen. Az pedig, hogy Finnországba érve úgy érezzük, végre hazataláltunk. Nem hiszem, hogy csak a közismert finn-magyar rokonságnak köszönhető. Úgy döntünk, hogy fölmegyünk a Szánára, a közeli 1029 méter magas hegyre. Zsákok nélkül indulunk, hiszen visszatérünk a táborhelyre. 743 lépcsőn jutunk a hegy magasságának a harmadáig. Köves sziklás a folytatás. Összesen 4 kilométeres emelkedő a csúcsig, ahol beírjuk a naplóba, Tóth Zsuzsanna és Pap János, Pilis Boros Jenő, Hungary.
hogy boldogul-e majd a Zsuzsannával az, aki olvassa, pláne a Pilis Boros Jenővel, legyen az ő gondja, nekem sem ment elsőre a Kilpisjärvi, nem beszélve Nordkjosbotnről. De a gyaloglás megy, bár hézagos a teljesítmény. Megkóstolom egy tavacska vizét. Jó ízűnek találom, de a végső értékeléssel még várok reggelig. A hegyoldalt dúsabb borító apró kék meg piros gyümölcsökhöz nem merek nyúlni. Bosszant, hogy Zsuzsa kicsit türelmetlen a lemaradozásom, ácsorgásom miatt. Citálom is neki rögtön Shakespeare-t. Mindenki bölcs türelmet prédikál a másiknak, kit bánat súlya nyom, de biztos nem lenne olyan erős, ha éppen azt szenvedné, amit én. Színészi teljesítményemet értékeli, de túra teljesítményemmel változatlanul elégedetlen. Minden esetre aggódva gondolok a holnapi tervre, amikor Zsákkal túrázunk majd. Augusztus 16-a. Már tegnap este rájöttünk, hogy igazából Kilpisjärvi felsőn vagyunk, azaz Pohjoinen Kilpisjärviben, a valódi város, azaz Etelainen Kilpisjärvi, ahol vásárolni is lehet a többnapos túrára, amelyet ember nem lakta tájra tervezünk, 5 kilométerrel délebbre van. De mi meg fogjuk kerülni a tegnap megmászott Szánát. Gyönyörű a táj, de a sziklás út kegyetlenül próbára tesz. Lépésenként más-más szögben áll a boka, a térd, a csípő. Pokoli fárasztó. Olyan helyen fájdul meg a térdem, ahol még soha belül, hátul, hajlításnál. Elered az eső, de megyünk rendületlenül. Megnyugtató felismerésre jutunk, amikor azt elemezzük, hogy igazából akkor van bajunk egymással, ha magunkkal nem vagyunk békességben. Esik, és szó esik arról is, hogy mit kezdjen az ember egy bizonyos tudatcsapdával, ami pontosan fedi a nordkápi pokoli történéssort. Mert mi is történt valójában? Az, hogy miközben információink Nordkápról enyhén szólva is hiányosak voltak, felépítettünk a tudatunkban egy képet, aminek semmi köze nem volt a valósághoz. Amikor pedig ezzel a ténnyel szép lassan szembesültünk, hirtelen olyan depresszióba estünk, amiből alig bírtunk kikászálódni. De túl vagyunk rajta, hál' Istennek, és új, reális terv szerint folytatjuk az utat. Megismerkedünk az első menedékházzal, ami egy rénszarvas pásztor hajlékára hajaz. Holnap már valami ilyesmiben éjszakázunk. Mivel jó időben megérkezünk Etelainen Kilpisjärvibe, még bevásárolunk a holnap kezdődő igazi megmérettetéshez. Bíztató alapnak tűnik a mai 11 kilométeres zsákos túra. Augusztus 17-e. Újabb térképekkel gazdagodunk egy turistákat szolgáló információs irodán. A GPS-szel kezdek jóba lenni, a műholdas helymeghatározás még nagy hasznunkra lehet. Az angol tudásom viszont csapnivaló. Lehet, hogy elég egy taxirendeléshez, de egy kicsit is bonyolultabb kommunikáció már komoly gondot okoz. Erre akkor jövök rá, amikor este fáradtan, ázottan elérjük a Termisjärvi partján álló első igazi menedékházat, aminek itt Autiotupa a becsületes neve. Szót szeretnék váltani egy háromtagú finn csapattal, akik már bevackoltak éjszakára, de Zsuzsa segítsége nélkül nem boldogulok. Finn barátaink segítenek a holnapi terv elkészítésében. Amikor két újabb vendég érkezik, fölverjük a sátrainkat, hogy ők bent alhassanak. Azt sem titkoljuk, hogy nemes segítő szándékunknak az az oka, hogy én Zsuzsa állítása szerint kegyetlenül horkolok. Örömmel látjuk, hogy igazak a hírek, itt egy menedékházban száraz fa, fűrész és fejsze vár. A pricsre dobott derékaljadon meghúzódhatsz a hálózsákodban. Ha begyújtasz a remekül szelelő kályhába, pillanatokon belül kellemes melegben ülhetsz a vacsorádhoz, aminek elkészítéséhez edényeket, evőeszközt is találsz. A vizes vödröt telemerheted a közeli tóban vagy patakban a merítő edénnyel, amit véletlenül se használ senki bilinek.
Külön házacskában a száraz tüzelő. És ugyancsak külön áll egy pottyantós budi, ahol elő van készítve a komposztáló anyag, amit kéretik a kisebb-nagyobb alkotásra szórni. És ha másnap elhagyod a házat, annyi fát aprítasz, amennyit eltüzeltél, a rendelkezésedre álló takarítóeszközökkel tisztára sepred a házikót, hogy az utánad érkező fáradt vándor, halász, vadász, akárki olyan menedékre lejjen, amilyet te is találtál, és ami akár életet menthet. A szemetet szelektálva a szemetesbe dobod, ami éghető, elégeted. Ha a szabadban gyújtasz tüzet olyan helyen, ahol nincs kiépített tűzrakóhely, körbevágsz egy darabka lábtalajt, fölhajtod, mint a szőnyeget, az alatta lévő kőre raksz tüzet, amit eloltasz, amikor odébb állsz, a szőnyeget természetesen visszahajtod. Jegyezd be érkezésed, indulásod idejét a vendégfüzetbe. Saját jól felfogott érdekedben azt is, hogy hova tartasz, hogyha ne adj Isten segítségre szorulnál, tudják, hogy merre keressenek. Ez a kis KT plakátokon tájékoztató füzetecskékben rendelkezésedre áll. És ezt a sok-sok apró kérést mindenki betartja. És semmi, amit ember alkotott, nincs bemocskolva, letaposva, összetörve, hanem mindannyiunk örömére szolgál minnyájunkat. Emberek, magyarok, figyeltetek arra, amit mondtam. Van rá fületek, agyatok, van bennetek szándék, hogy idehaza is így legyen. Legyen az Istenért, legyen. Mi addig megmerítjük kulacsunkat a termiszjervi hűs vizébe, itt, Lapföldön, a béke és a tisztaság honában. Egészségetekre! Nem zavar különösebben, hogy a bakancsom vízállósága nullára csökkent, és most facsarom a vizet az oknimból, de azért jó lenne, ha reggelre száraz lenne a holmink. Közben azon töprengek, hogy miért veszek én keresztet a hátamra, anélkül, hogy arra bárki is kényszerítene? Végül odajukadok ki, hogy talán kicsit krisztusi a szerep. Ami persze közel sem igaz, mert Krisztus tudta, miért vállalja a kereszthalált, én meg csak töprengek és bele se halok. Remélem. Augusztus 18-a. Ugyan mi kint aludtunk a sátorban, de a holmink odabent lógott a kályha fölött, a gerendákba vert szögeken, és reggelre minden csontszáraz. Előkerül a vax, amiről azt hittük, hogy otthon felejtettük. Nagy a bizodalom, hogy ma nem kell vizes zokniban caplatni egész nap. Úttalan utakra terveztük a mai menetet, szerencse, hogy nem esik, megkerüljük a tavat, de mivel nem a megfelelő hegynyerget célozzuk meg, ezért teszünk egy szép, íves kitérőt, pedig csínyán kéne bánni ezekkel a csalinkákkal, mert nem elég, hogy minden úgy igaz, ahogy a bokára, a térdre és a csípőre tegnap előtt is igaz volt, de ma a terepviszonyok is leírhatatlanok. Azért megpróbálom. Hol kőre lépsz, laposra vagy élesre, fixre vagy mozgóra? Hol vastag szivacsba süpped a láb, hol hatalmas köveken ugrálsz kilométer hosszan, hol apró bokrok igazítják a lépted, véletlenül sem arra, amerre te akarod. Aztán a változatosság kedvéért derékmagasra nőtt fűzbokrok feszülnek szembe veled, és visszalöknek, mint a rugó. A lápos, vizes talajon mit sem ér a bakancsra bőséggel fölvitt vax. Ezt így csinálják a színészek, tudják-e miért? Nehogy valaki más elvegye a szerepet. No, hol tartottunk? Igen, a vax. Tehát, a lápos vizes talajon mit sem ír a bakancsra bőséggel fölvitt vax, megint csuromvíz vagyok tetőtől talpig. Mégis jó iramban megyünk, és délutánra a nap is kisüt. Fölbiztosítót űzzük a száradnivalót a zsákra, és halálosan fáradtan 20 kilométerrel a lábunkban megérkezünk a szinte pontosan megjelölt célpontra, a Puvrászjoki menedékházba. A GPS segítségével mindig tudjuk, hogy hol vagyunk. Ez is óriási segítség. Azt a szabályt sem felejtettem el, hogy ne csak a kütyűre támaszkodjunk, mindig kéznél van a térkép, az iránytű
és a jó öreg turista érzék. Egyedül vagyunk egy két hálószobás autiótupában, így ma este nem kell sátrat verni a horkolásom miatt. Ahogy nyugovóra térünk, elgondolkodom azon, hogy miért zördülünk össze apróságokon. Azt hiszem azért, mert még mindkettőnkben sok a feszültség az ismeretlen, nehezen föltárulkozó világ miatt, és a másik kárára próbáljuk levezetni. Ezen változtatni kell, meg kell beszélnünk. Augusztus 19-e, megbeszéltük. Ez persze nem akadálya annak, hogy a reggelinél megint össze ne kapjunk. Az ok prózai, de kardinális. Zsuzsa nem nagyon spórol a koszttal. Nem örül, hogy szóvá teszem. Csak akkor békül meg velem, én meg vele, amikor bevallom, hogy félek. Én sokszor hallottam odahaza a gyerek számára annyira elfogadhatatlan, nincs szót. Még ételre vonatkozóan is. Nem mondom, hogy éheztünk volna, de nem mindig annyi, és az jutott a tányérra, amit szerettem volna. Ezért pillantottam néha evés közben Zsuzsára úgy, mint aki kinézi a falatot a szájából. Ösztönös félelem munkált bennem, hogy mi lesz, ha itt a vadon kellős közepén egyszer csak azt kell mondani az éhes szájnak, hogy nincs. Ezt a szót Zsuzsa gyerekkorában nemigen hallotta, ezt kellett megértenie, nekem pedig belátnom, hogy azért nem vagyunk kitéve a pusztító éhezésnek. A házat ma is úgy hagytuk el, ahogy illik, kitakarítva, pótolva a felhasznált tüzelőt. Gyerekkoromban ölreszedve vittem be a fát, ahogy egy másik emlékemben is. Elsős kollégista voltam, amikor egyszer éjféltájban az az ötletünk támadt, hogy a kollégium lépcsőházában, az 5. emeleten, hatalmas karate csapásokkal felaprítunk egy rozzant asztalt. Amikor a 6. megérkezett Tiszekerelftárs, a tanulmányi titkár, a többiek azonnal a szobáikba spricceltek, én csak akkor vettem észre, amikor már az orrom előtt állt, lányos zavaromban komótosan egyenként ölreszedtem a fölaprított asztalt, és beballattam a szobámba. Tiszekerelftárs még most is ott áll. Nekem is földbe gyökerezik a lábam, amikor egyszer csak fölemelem a tekintetem, és pár lépésnyire megpillantok néhány békésen legelésző rénszarvast. Méltóság teljesen elvonulnak. Rajtuk kívül napközben nem láttunk senkit. Este is csak néha találkozunk egy-egy magunk fajta lényel. A hőmérséklet éjszaka sem süllyed fagypont alá, napközben pedig 20 fokra is fölmegy. Ha a süt is a nap, szeles időben azért hűvösnek érezzük a klímát, meggyűlik a bajunk az egyre szaporodó mocsarakkal, van belőlük bőven, nem véletlenül Suomi Finnország neve, a Suo mocsarat jelent. Nem kis meglepetésünkre még a hegyoldal is mocsaras. Átlagosan bokáig süpped a láb, de nem ritkán teljesen kiszámíthatatlanul térdig. Ha bokros, zsombékos részen vágunk át, alig lehet észrevenni az alattomos vízzel teli kutakat. Ez a szivacsonjárás olyan, mint amikor friss szántásban lépdel az ember. A váratlan süppedésekre pedig Zsuzsa találja meg a jó hasonlatot, olyan, amikor az elvarázsolt kastélyban nagyon viccesen hirtelen gumira vált a padló. Rémisztő érzés arra gondolni, hogy a mocsár a következő lépésnél elnyel, és szép lassan kocsonyásodni kezdek, és egyé válok vele. A vadcsapás megnyugtató, hiszen a rénszarvasok csak tudják, hol nem vár a pusztulás. Késő délután érünk ki az útra, úgy tervezünk stoppal, fölmegyünk vissza Kilpiszjärvibe, mert fogytán az élelmünk, vásárolni pedig 100 kilométeres körzetben csak ott tudunk. A terv dugába dől, mert senki nem vesz föl bennünket. Igaz, hogy 45 perc alatt összesen 3 autó jön. Valami lépfenntartó ösztöntől hajtva bekanyarodunk a Pera felé mutató táblánál, és csodák csodájára egy gyönyörű fekvésű kempingre bukkanunk. Gyorsan megszületik a döntés, ma itt éjszakázunk. Mára éppen elég volt ez a 18 kilométer. Este 10 óra van, természetesen világos. Jó leső fáradtsággal térünk nyugovóra. Augusztus 20-a. Még heverészek. Most odahaza a szónokok
mint egy idő óta már mindig. Nagyot sóhajtok. Lesz Magyarországból békességes haza valaha. Mindenhol jó, de legjobb otthon, ezt kitalálta ki. Biztos, hogy nem járt még Suomiban. Mert itt a jó, otthon meg újabb sóhaj. Elkergeti a szomorúságot egy csivitelő gyerekcsapat. Reggel 7 van, de ők már érkeztek valahonnan. Máshol 7 órakor indulni szokott az ember, itt meg már érkeznek. Na, akkor legjobb, ha mi is reggelizünk, aztán megkísértjük a mai stoppos szerencsét. Van, hála Istennek, 10 perc múlva egy kis buszon, déli 12-kor pedig már újra Kilpisjärviben, a Sanan Maja kemping bungalójában vagyunk. Zsuzsa, most holnap mindenünk tiszta, száraz és illatos lesz. Sokan kérdezték még otthon, hogy miként leszünk majd a mosással, mosdással a kietlen pusztaságban. Hát barátaim, van az úgy, hogy nem mosdik az ember egy vagy két napig. Hallottam, olvastam, hogy a fronton hetekig nem fürödtek a katonák. Ahhoz képest mi az a kis büdös, ami hébe-hóba ránk vár. Legfeljebb nem szagoljuk egymást. Szikrázó napsütésben sétálunk vásárolni. Békés vakarózással telik a nap. Visszanézem az eddig készült fotókat. A táj vad szépségét még csak-csak visszaadják, de a gyaloglás kegyetlen megpróbáltatásait szinte egyáltalán nem. Se baj, értelmet ad a fáradtságos útnak egy nadrág, amit úgy hoztam el hazulul, hogy be se tudtam gombolni, most meg lötyög rajtam. Augusztus 21-én két fiatal hölgy vesz föl bennünket, hogy alig 30 kilométerrel odébb Szárikoszkitól folytathassuk a túrát. A hölgyek a hétvégét az általunk már meghódított szána körül töltötték, hallatlan jó úgy beszélgetni, hogy szinte úgy ismerjük a környéket, mint egy benszülött. Persze messze még az idő, amikor igazi száminak mondhatjuk majd magunkat. Száminak hívják az őslakosokat. Boldog népnek hihetnénk őket, hiszen még soha nem álltak háborúban senkivel. De a második világháború szenvedéseit ők sem kerülhették el. A visszavonuló németek fölégették a legnyomorultabb viskót is. 10:30-kor megtesszük az első lépéseket ezen az elátkozott napon. Az első 15 kilométer megint lepusztítja minden erőnket. Nagyon okosan már kerülgetjük a mocsarakat, de egy-egy kisebbe mégiscsak betévedünk. A kőshivatagokban zergék vagyunk, szóval állati. Este 6:30 van már, amikor elhagyjuk a Bihpomibba csúcsát, ahova tájékozódni mentünk föl. Errefelé nincs alkonyat, a szúnyogok órája mégis úgy jár, mint otthon, hiszen támadásba lendülnek. Előkerülnek a szúnyoghálók, először az úton, amelyekbe azért fektettünk némi pénzt, mert minden Finnországról szóló írás azt emlegette, hogy csak az az irgalmatlan sok szúnyog ne lenne. Mi meg már azt hittük, hogy soha nem kell méhészeknek kinéznünk. Valójában nem veszélyes, az itteni szúnyogok, de még a legyek is szinte kivárják, hogy az ember agyon csapja őket. Semmi riadt menekülés, sztoikus nyugalommal várják az elkerülhetetlent. Valahogy elszámoltuk magunkat a mai tervezésnél. Egy 9 kilométeres kaptató után még mindig messze vagyunk a menedékháztól, pedig már éjjel 11:30 van. A szürkületbe forduló augusztusi sarki éjszaka nem igazán kedvez a két zergének, akik egy 3 kilométer hosszú, vége láthatatlan sziklás oldalban ugrálnak a hatalmas köveken. A zsákot már mázsásnak érezzük. Hol az a ház, aminek már itt kellene lennie a GPS szerint is? Az előbb még csalók a távolban tüzet láttunk felvillanni túl a völgyben zúgó patakon. De most, hogy lejjebb ereszkedünk, és a sziklás oldalból parti mocsár lesz, már nem látjuk a tüzet, és félő, hogy túlmegyünk a célon. Tökéletesnek vélem a javaslatomat, hogy inkább üljünk le egy kőre. Vessük egymásnak a hátunkat, és várjuk ki, ami 2 óra múlva megvirrad. Akkor majd megkeressük a házat. Zsuzsa ötlete életre valóbb. Sátorverés, alvás, itt, ahol vagyunk, de azonnal. Nem voltam katona, de értek én a szóból.
pláne ha parancs. 5 perc alatt áll mindkét sátor. Nincs kedvem teát főzni, pedig jól esne. Kiki a vackára húzódik. Széljackiben bújok a hálózsákba, de hamarosan jobb belátásra térek, és levetem, mert nem engedi, hogy a zsák saját párámtól fölmelegedjen. 27 kilométert tettünk meg minden eddigi nehézséget felülmúló körülmények között. Emellett egyszer ettem. A menü 4 deka rénszarvas kolbász, 5 deka sajt, 2 szelet kétszer sült, és 1 darabka póréhagyma volt. Ha hazaérünk, fogyni kívánókat toborzok erre a szakaszra. Az étrendet már nem kell kitalálnom. Hihetetlenül fáradtak lehetünk, mert 9:30-ig alszunk. 22-én reggel rátalálunk a menedékházra. Táborhelyünktől 500 méterre. A neve Kaskasioki. Úgy hangzik, mint egy jóízű kakas kukorékulás. Attól az energiabombától pedig, amit levesporból, kolbászdarabkákból, sajtból, tésztából kreálok, minden erőm visszatér. Még a 2 horgász zsákját is könnyűnek ítélem, akik épp indulni készülnek, pedig van vagy 25 kiló, igaz, ők nem tesznek meg akkora utakat, mint mi. Kicsit beszélgetünk, fénykép készül, címet cserélünk, aztán ők jófogás reményében útnak erednek, mi meg úgy döntünk, hogy itt maradunk egy napig, hogy fizikailag és főleg lelkileg regenerálódjunk. Ránk fér. Érdekes tapasztalat még tegnapról, hogy más-más módszert választunk, hogy fölrázzuk a másikat, ha az szinte már reményvesztett állapotba kerül. Én a bíztatást gondolom célra vezetőnek, Zsuzsa a határozottságot. A fontos, hogy mindkettő működik. Átsegíti a másikat a holtponton. Úgy látszik, az angollal kapcsolatos görcsöm is oldódik, nem hiszem, hogy jobban beszélek, mint amikor először kétségbe estem, de legalább bátor vagyok. Hogy az lehessek, segít a felfedezés, miszerint a finnek sem Oxfordban végeztek mind a hányan. Ősszel minden esetre folytatni kell a tanulást. Mai menedékházunk egy kis tó és a folyó között van. Az idő, mintha kárpótolni akarna a tegnapért, pompás. Mindenünk újra kimosva szárad a 22 fokos melegben. Alakul a további napok terve is. A Kutukoszki-Ropi-Aca útvonalat lőjük be. Már félállomban arra gondolok, hogy ahogy telnek a napok, és átlátjuk a vállalásunk nehézségeit, egyre kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak vagyunk, mert azt is látjuk, hogy bírni fogjuk. Ettől aztán békességben vagyunk magunkkal, és természetesen egymással is. Augusztus 23-a, 6 óra van. Odakint 7 fok, idebent kellemes meleg az esti tűztől. De a kinti levegőt sem érzem csípősnek, inkább lágyan hűvösnek, amikor lemegyek a folyóra mosdani. Kipihent és végtelen nyugodt vagyok. Nem is tudom, éreztem-e ilyet valaha. Mesztelenül mosdom, de nem kell szemérmeskedni, legfeljebb egy rénszarvas kukkanthat be. A folyó hideg, de egyáltalán nem fázom. Mire fölérek, már 10 Celsius fok van. Megborotválkozom. Ilyetten látom, hogy a fülemben szokatlanul nagyra nőtt a szőr. Csak nem Csernobil utóhatása, mert ez a vidék is rendesen kapott az áldásból. Az egyszeri emberről szóló történet derűjével nyugtatom magam. Az úgy esett, hogy az egyszeri ember, aki kicsit hiú volt, elment a fodrászhoz, Csinoska 10 éves fruska keze alá került, aki rövidke munkaköpenyében igen kívánatosnak mutatkozott, különösen, ha hogy nem, munkálkodás közben érintésnyi közelbe került. Az egyszeri ember már épp finom, de félreérhetetlen ajánlattal kedveskedett volna a leánykának, amikor az csingilingi hangon megszólalt, de úgy, hogy senki nem maradt ki a jóból. A füléből is kitetszik, vágjam a szőröket? Egy dologban bizonytalan vagyok. Nem velem esett ez meg? Kicsit felhősödik, de nem hajlik esőre, amikor indulunk.
tűrhető vadcsapáson jó iramban haladunk. Zsuzsáról remek fotót készítek. A borók a bokorból kikelő Vénusz. Áfonyából annyi van, hogyha a lekvárt főznének belőle, bekenhették vele egész Finnországot. Már megismerem kóstolni, de a piros bogyósokkal még bizalmatlan vagyok. A többi növény pedig eligazít, hogy a terep járható vagy járhatatlan. Öreg, tapasztalt, szőrösfülű, számi őszapónak hiszem már magam. A törpenyírral borított, zuzmós, köves fensíkok például kitűnően járhatók. Az ugyancsak törpenyíres, de mohazsombékos, kicsit vizes lábtalaj nehezen, de járható. Ahol feltűnik a fűzbokrok ezüstös levele, kövekkel, zsombékos, vizes foltokkal tarkítva, ott már nagyon nehéz minden lépés. A nagyobb acskákra nőtt nyírek közt ezüstben fürdő füzesek pedig olyan mély, vizes foltokat, ereket rejtenek, ahova csak végső kétségbeesésében merészkedik az ember. A zöld, kákás, fekete vízfoltokkal tarkított igazi mocsárral pedig ne is próbálkozz. Ki is kerüljük őket, inkább fölhúzunk a köves hegyoldalakra. Így nyáron is látni, mit szenved a kegyetlen téltől a táj, az ember, állat és növény. Valahogy mégse szomorú, mégse kietlen. Zord, de fenséges szépség jellemzi a tájat. Az pedig, hogy a tavak, patakok, de még a tócsák vize is gond nélkül iható, szinte hihetetlen. Hát van még ilyen tája a világnak. Átkelve egy nagyobbacska patakon beszállásolunk Kutukoszkiban. Kiki olajozottan teszi a dolgát, favágás, begyújtás, mosás, szárítás, készül a vacsora. Mint akik már 1000 éve járják Lapföldet. Jó esett a 19 kilométer. Augusztus 24-e. Otthon is el kellene egy tó vagy patak, ahova reggelente le lehet menni mosdani, mert ez valami isteni. Rénszarvas csapat ugrik meg, ahogy visszatérek. Takarítás, pakolás, indulás. Átkelőt építünk a patakon, hogy a legideálisabb helyen folytathassuk az utat a túlparton. Egy végtelennek tűnő fenség távolában felsejlik a Ropi hatalmas tömbje. Nem másszuk meg, ha odaérünk, hiszen a nevét viselő menedékház a völgyben vár ránk. A fenség láposai jó részt kiszáradtak az idei rendhagyó nyárban. Amit máshol kerülgetni kellett, az itt remekül járható. Bőviben voltunk eddig a víznek, léptenyomon patakon éren keltünk át, vagy éppen egy tó kínálta magát. Most várva várjuk a beszakadt folyóvölgyet, de alig találunk vizet a hatalmas sziklák aljában folydogáló erecskében. Zsuzsa egy hatalmas agancsot talál, de miután korábban már a zsákjára applikált egyet, ezt nekem adja. Felbukkan egy mocsár, de az eddig átlábalt, kiszáradt láposok elaltatták az éberségünket, és bőszen nekivágunk, hamarosan rövid monológ hagyja el Shakespeare-en edzett ajakimat: te barom, te állat, még hogy öreg számi vagy, nem tanultál semmit. Kikecmergünk. Újabb mocsár. Én a sziklás oldalnak veszem az irányt, de Zsuzsa megint besétál a csapdába, mert lusta kerülni. Végre elérjük a völgyet, ahol ma megszállunk. Két horgászt találunk a házban, tehát sátrat verünk. Zsuzsa sátorudazata meghibásodik, de egy elkalapált fejű szöggel megreparáljuk. Tüzet rakunk is a melegénél éjfélig beszélgetve. Felidézzük az eddig megtett út és a mai 19 kilométer élményeit. Augusztus 25-e. Amikor reggel a vendégkönyvbe írnék, egy német nyelvű bejegyzés melengeti meg a szívemet. Horgász barátaink írták, egy orosz-finn páros, akik már útra keltek, búcsúznak és jó utat kívánnak. Zsuzsa még alszik kint a sátorban, én pedig, mivel nem találom elég száraznak a bakancsomat, begyújtok. A kályha tetejére két fahasábot teszek, gondosan elhelyezem rajta a lábbelimet, aztán lemegyek a folyóhoz. Ahogy felfrissülve baktatok vissza a házhoz, gyanús füstszag üti meg az orrom.
Szaporára váltok, föltépem az ajtót, hál' Istennek nem gyulladt ki a ház, de a kályha tetején füstölnek a fahasábok. Lekapom a bakancsomat, de hajítom is a földre, mert égetik a kezemet az áttüzesedett fémcsatok. Gyanúsan töpörödöttnek látom a bőrt. Amíg hűl a két szerencsétlen jóbarát, törölközővel tisztítom meg a ház légterét. Zsuzsa még mit sem sejtve, kint a sátorban alszik. Próbát teszek a bakancsal. Belenyomorítanám a lábamat, de szakad a fűző, a bőr. Előkapom a vaxot, és reménykedem a csodában, nem jön el. Zsuzsa alszik. Megsemmisülten állok, aztán magam is meglepődöm, hogy milyen vékony, nyűszítő hangot tudok kipréselni. Mama! A hang halk, de átható, mert a sátorból azonnal jön a fölriasztott emberre jellemző, mi van? Mama, a bakancsom, mi van vele? Mama, gyere! Érezheti, hogy nagy a baj, mert előbújik. A történetet hallva nem esik pánikba, meg sem szid, hanem olyan racionálisan, amilyen csak ő tud lenni, már diktálja is a megváltozott úti tervet. Csak egy városban kapunk új bakancsot, ki kell mennünk az útra, odáig kibírod az edzőcipőben, aztán stoppal irány Hetta. Látom magam kívülről, egy megszeppent kölyök áll az anyja előtt. Böngészük a térképet. Úgy 10 kilométerrel lehet az út, és mivel valószínűleg Isten a tenyerén hordoz bennünket, felfedezünk egy gyalogösvényt. Meg kell kerülnünk hozzá egy lápot, és át kell kelnünk egy patakon. Az átkelést a vékonyka edzőcipő átázásától félve túl koncentrálom, és patcsa vízbe. Ilyetünkben megreggelizünk. Rálelünk az ösvényre, amely olyan, mint bármelyik pilisi turistaút, a vége viszont, mint mindig az utak mentén, mocsaras. Megint csuromvíz a cipőm, száraz zoknim meg már nincs, de újra hálát kell rebegnem az égieknek, mert negyed órát sem szobrozunk, és felvesz bennünket egy öreg Mercedesben Norvégiából hazafelé tartó finn építőmunkás, akiről megtudjuk, hogy az édesanyja még tud számiul az őslakosok nyelvén, amelyet már csak 2000-en beszélnek. Az természetes, hogy errefelé számiul is ki van írva minden. Megmentőnk Káresuvántóig megy, mi meg úgy döntünk, hogy ott alszunk, és majd holnap folytatjuk az utat Hettába. Fantasztikus szállással elünk. Bungaló, szaunával, ruhaszárítóval. A recepción pedig kikapják a kezünkből a mosnivalót. A hangulatos étteremben pisztráng és rénszarvas sült a vacsora. A történtek miatt 12 kilométeresre sikeredett a mai penzum. Augusztus 26-a. Egy átszállásos stoppal 00:30-kor már Hettában vagyunk. Szombat van, 2-kor zár a bolt, épp csak ledobjuk a zsákokat, rohanás, hogy még nyitva találjuk, és kapunk bakancsot. Hurrá! Arra azért szorongva gondolok, hogy ezt is be kell törni, mint minden új lábbelit. Hiába kérges a talpad, mint sokat próbált zarándokhoz illik, megszenveded majd, amíg a bakancs kérge is tudomásul veszi, hogy ki is lett a gazdája. Az első lépések az információs irodához vezettek, remek térképeket vásárolunk, és megtervezzük a következő 8 nap útvonalát. Vissza a kempingbe. Útba ejtjük az élelmiszerboltot, amely Alko részleggel is rendelkezik. Finnországban alkohol, így erősebb sör is csak Alko boltokban kapható, máshol római 1-essel, 2-essel, 3-assal jelölt sört lehet csak vásárolni. Vigyázat, az 1-es a leggyengébb. Van vagy 1,5%-os. Tarján Péter kollégám úgy járt egyszer, hogy nyakalta az 1-est, gondolván, hogy most aztán adamájnak, és csodák csodája úgy is érezte, hogy rendesen becsípett a placebo sörtől. Mi 8%-os karhu, azaz medve árpalével rakjuk meg a kosarunkat. Hazatérve felhívom Bódi Gergőt. A legjobbkor éppen kijöttek a templomból Gönczi Laci és Panka esküvőjéről. A 13-as stúdió színjátszó együttes újabb családdal gazdagodott.
Még most is úgy érzem, hogy él, virul és alkot ez a kis társaság, pedig már nem. De ha nem is születnek többé új produkciók, olyan erős a közösen szőtt háló, hogy elszakíthatatlanul alánk feszül és megtart. Lesétálunk a tóhoz, ahol a kedves kempinglakók rendelkezésére három csónak hever a parton. Máshol talán az evezőket a recepción kellene elkérni, itt a csónakban találjuk őket. A 2 kilométeres evezőstúra eldönti, hogy maradunk egy napot. Darts party, römi, alvás. Augusztus 27-e, derűs szép nap ígérkezik. Nem henyéljük át, hanem biciklire kapunk. A bevásárló kosaras bringák ott sorakoznak a recepció előtt. Először az információs központba hajtatunk. A tegnap beszerzett információkat bővítjük és felkészültnek érezzük magunkat a 8 naposra tervezett folytatásra. Sajnos Zsuzsának sehol nem kapunk melegebb hálózsákot, így aztán marad az eddigi módszer, ha ő a sátorban alszik, megkapja az enyémet. A térde is rendetlenkedik. Ma vasárnap van, de holnap indulás előtt nyitva lesz a patika is, veszünk fáslit. 10 kilométert bicajozunk a városban, amíg mindent elintézünk. Még a holnapi vízitaxit is megrendeljük, ami átvisz majd bennünket a tó túlpartjára, az új szakasz kiinduló pontjához. Amit szemrevételezünk egy 7 kilométeres evezés során. Felhívjuk az otthoniakat. Nem kellett volna. Dani, Luca, fiunk, lányunk beszámol az augusztus 20-ai tragédiáról, amelyet a tűzijáték alatt kitört vihar okozott. Azt is elmesélik, hogy sikerült belőle politikai ügyet kreálni. És a békés tisztaságba, ahol most vagyunk, beömlik a szenny. Szomorúnak is, megalázottnak érezzük magunkat. Nálunk már soha nem lesz normális világ. Az a fajta politikai kultúra, amely nálunk tombol, itt elképzelhetetlen. Talán vissza kellene menni a közös ős hazába, és a finnekkel együtt északnak indulni. Talán ez a zord éghajlat bennünket is egymás megbecsülésére, segítésére tanítana. Johann Ludwig Runeberg, pávó gazda. Fenn a szárijervi ősvadonban élt, fagyott hazájában, pávó gazda, küszködött égett kezén a munka, ám az úrtól várt földjére áldást. Gyermekével s asszonyával élt ott, kínnal szerzett gyér sovány kenyéren, árkotásot szántott és vetett, s várt. Megjött a tavasz, a hó elolvadt, s hólé elsodort a félvetését. Jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, s a ringóvetés felét lezúzták, ősz jött, s elfagyott, mi megmaradt még. Haját tépve jajgatott az asszony, pávó, pávó, átokvert öreg te, koldus botvár, elhagyott az Isten, rossz koldulni, éhen halni szörnyű. Pávó kézen fogva asszonyát szólt. Megpróbál, de el nem hágy az Isten. Felerész fakérget tégy a lisztbe, én ezen túl még több árkotások, ám az úrtól várom majd az áldást. Felerész kérek sült a kenyérbe. 2-szer annyi árkot vájt a gazda. Juhárán vett rozsot, vetett, s várt. Megjött a tavasz, a hó elolvadt, s megmaradt vetés és porhanyó föld. Jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, s a ringóvetés felét lezúzták, ősz jött, s elfagyott, mi megmaradt még. Haját tépe jajgatott az asszony, pávó, pávó, átokvert öreg, te halljunk meg, hisz elhagyott az Isten, rossz meghalni, ám de élni szörnyűbb.
Pávó kézen fogva asszonyát szólt, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Kétszer annyi kérget tégy a lisztbe. Én ezentúl dupla széles árkotások, ám az Úrtól várom majd az áldást. Kétszeres kérek sült a kenyérbe, dupla széles árkot vájt a gazda, marha árán vett rozsot, vetett svárt. Megjött a tavasz, csordult a hólé, s ár nem vitt el sem vetést, se földet. Jött a nyár, jégzáporok zuhogtak, s a ringóvetést le nem tiporták, ősz jött, ám a fagy távol maradt, és sarlót várt a hullámzó aranydísz. Pávó gazda térderogyba mondta, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Térdre hult az asszony is, még így szólt, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Aktársához szólt szelíd mosolyjal, Pávó, Pávó, kap sarlóra, vígan felvirrattunk boldogabb napokra, sutba dobjuk most már a fakérget, s étkünk tiszta rozsból sült kenyér lesz. Pávó kézen fogva asszonyát szólt, asszony, asszony, elbuknánk a próbán, éhező testvért, ha cserben hagynánk. Felerész kérget süss a kenyérbe. Elfagyott a szomszédunk vetése. Tartsunk egy 10 perc szünetet.